Sok-sok újdonsággal, formabontó ötletekkel és kedvezményekkel vár minden érdeklődőt a 20. Székesfehérvári esküvő kiállítás február 12-én szombaton. Kanizsai Ákos programszervező a Fehérvári Beszélgetések című műsorban elmondta, hogy a kiállítás tulajdonképpen egy piac, ahol adott témakörben számos kiállítóval találkozhatnak és beszélhetnek a házasulandók. Ilyenek például a fotósok, a cukrászok és a dekoratőrök, vagy a különböző helyszínek képviselői. Gyakorlatilag én azt szeretem, hogyha kijön egy látogató, kijön az ifjú pár, és, és megtalálja hozzá, leginkább közelálló személyiséget először a kiállító képében, és aztán találkozik a beszélgetés kapcsán mélyebben a szakmaiságával, és aztán el tudja dönteni, hogy, hogy őt választja vagy sem. Kanizsai Ákos arról is beszélt, hogy a pandémiás időszak miatti két éves szünet után az érdeklődők számos olyan újdonsággal is találkozhatnak majd a kiállításon, amire igénye van a házasulandóknak. Vannak olyan fiatal párok, akik, akik, már nagyon szeretnének elrugaszkodni a hagyományos dolgoktól, a régies dolgoktól, nem azért, mert feltétlenül, mert rossz, hanem mert ők valahol látták ezt, megtapasztalták, és nagyon pofának tartották, és nyilván az ő esküvőkön is ezt szeretnék megvalósítani. Az újdonságok közt meg lehet említeni a desszertasztaltól kezdve a modern dekorációkon át a gyűrűk formáját, az exkluzív drónos felvételeket, valamint a szertartás vezetést a vőfély és a ceremónia mester tekintetében. A 20. székesfehérvári esküvő kiállítása a Hotel Novotelben február 12-én szombaton reggel 9 és este 7 óra között lesz látogatható.